A történelmi Székesfehérvár helyét és szerepét volt hivatott vizsgálni az a konferencia, ahol hazánk történeti műhelyeinek képviselői fejtették ki kutatásaik eredményeit. A királyi város joga a közép és kora újkorban ma is izgalmas történészi feladat. Székesfehérvár valóban egyike a legrégebbi magyar városoknak. Különleges helyet az biztosít neki e városok sorában, hogy rendkívül szoros, mondhatni bensőséges kapcsolatban volt az első magyar királyi házzal, az Árpádokkal. Elsimon László nemzeti kulturális alapelnöke kiemelte a 2013-as emlékév előkészítése során, a hasonló találkozások segíthetnek abban, hogy Székesfehérvár lehessen az ország központja a jubileumi esztendőben. A 2013-as emlékév előkészületei, amely egyrészt Székesfehérvár megyei jogú városnak az ügye, másrészt a megye polgárainak az ügye, hiszen én mindig elmondom, hogy a Székesfehérvár nem csak a székesfehérvárjaké, hanem a megyeieké. Fehér megyének van fő városa abban az értelemben, ahogyan Budapest a fővárosa az országnak, tehát ez a mi közös megyeszékhelyünk. De ez olyan jelentőségű program is lehet, amely túlmutat a megye határokon, és az egész országnak, az egész nemzetnek közös ügye lehet. A várostörténeti kutatások megerősítik, szakrális központként is megkerülhetetlen Székesfehérvár szerepe a korabeli történelemben.